Ami régi, nem biztos, hogy mind szép, és ami új, nem biztos, hogy mind ronda. Tehát ami régi, arra rá kell csodálkozni, de nem azt kell másolni. Nem a technikánál kell leragadni, hanem tovább kell lépni, hiszen azt tudjuk, hogy a művészet ott kezdődik, ahol a másolás véget ér. Nagyon jó gyerekkorom volt Kecskeméten, meg kell, hogy mondjam őszintén. Hárman voltunk testvérek, mert egy testvérem, a bátyám, ő már a mennyben van. És nagyon szuper szüleim voltak, apám ügyvéd volt, anyám textiltervező, iparművész. És nagyon jó gyerekkorunk volt, volt két nagymama, akik mindig velünk foglalkoztak, volt nagy kert, nagyon jó életünk volt. Én mindig úgy is mutatkozom be, hogy Kósa Klára vagyok. Tehát nem írok alá semmit úgy, hogy Klára, leveles se semmit, én Kósa Klára vagyok. Én először nem annyira kedveltem ezt a szót, két mély magánhangzó, hogy Klára. De aztán úgy rájöttem, hogy Klárusz, Klára, Klárum, az fényes, ragyogó. Na, én pedig fényes vagyok és ragyogó. Csak intim kerámiát csinálunk. Ezért örül mindenki egy jó ajándéknak. Ő is, aki adja, mert hogy úgy mondjam, tehát mai szóval nem fog leégni. Tehát fognak neki örülni. És akkor boldogan fogják őt emlögetni. És akkor ketten fognak boldogan emlögetni engem. Sokszor van ilyen, hogy jön valaki, és ezt vagy azt meg akarja venni. Fölteszem a kérdéseket, hogy miért? És azt megmondom neki, hogy nem. Szabad, szabad. Szervusz, Klárika. Szervusz, Emikém. A nászasszonyomnak a születésnapjára szeretnék. Hány éves a nászasszonyod? 62 éves, és mindig szoktam. Szereted? Igen, igen, nagyon. Szerintem mindenki szereti. Nagyon jó, amikor mi kapcsolatunk. Így van. Vallásos, hívő, katolikus ember, igen. Úgyhogy valamit ilyet szeretnék, ilyen jellegű. 62 éves, nagyot nem. Tőled. Tudod, nagyot igen, nem, mert 50 igen. Évesnek már mindene van. Tehát oda már hiába viszi egy ilyen nagyon nagy darabot, mert tudom, hogy a ti lelked olyan, hogy majd vigyünk valami nagyot. Neki már mindene van, tehát nézzünk valami olyat, ami kisebb, jó. És ami neki, mint katolikus, vallásos embernek jó lesz. Hosszú távon tud örülni neki. Ez a himnusz, tudod. Csodálatos. Tehát ez nagy. Nagy? Nagy. Nagy. Ezt olyanra lehet adni, hogy 60. Ja, kell ilyen nagy évfordulókra. 50 év, aha. Igen, tehát ilyen nagyobb évfordulóra, vagy valami olyan nagyon jeles eseményre, hogy 50 éve kapta a diplomáját, vagy valami ilyenre, arra el tudom képzelni, de amúgy én kisebb képet vinnék. Igen. Ó, van még egy nagyon jó. Szintén a bőség kosara, és ennek mindig kereknek kell lenni, hogy olyan legyen, mint a nap. Nincs eleje, nincs vége. Tehát a te kívánságodnak se legyen eleje, meg ne legyen vége. Ez egy kicsike kép, bőség kosarával. Tehát tudod, azt én nagyon szeretem. Igen. Szőlővel, ami a gazdagságot jelképezi, tisztasággal, virággal, de ez egy fantasztikusan szép kép a keresztel. Nagyon. És tudod, hogyha bordó, akkor kimondottan nőnek való. De én ezt javarnám, hogy 62 évesnek, ez gyönyörű. Főleg, hogy nő, értem. Mert ugye a férfi az a hatalommal így születik, de mi 40 éves korunkban jövünk rá, hogy van nekünk, bírunk, tudunk, elértünk valamit, és attól kezdve vesszük a bordó szőnyegöt, meg a bordó ruhát, meg a bordó szőnyegöt, meg mindent, ami bordó. Én szerintem ez nagyon szép. Kicsit kell adni, és akkor ő is boldog, fogja, szorítja, lihög, szuszog, és nagyon szereti. Nagyon-nagyon szép. Emellett döntenék. Nagyon-nagyon szép. Igen.